Szombaton a Béldöntő estén Londonban lesz még egy óriási sportesemény, méghozzá box. Egy legendás összecsapás nagyon várt visszavágója az O2 arénában. Ez a Karl Froch-Mikkel Kessler címegyesítő világbajnoki ökölvívó mérkőzés itt nálunk, ez is a Digi Sporton. A részletek most Bencsik Robert, Digi Sportos szerkesztővel. Szia, jó reggelt kívánok! Robi is kezik azt, hogy, hogy, hát azért ez semmiképpen sincsen az árnyékába a labdarúgó eldöntőnek, döntőnek, hogyha csak azt nézzük, hogy erre a mérkőzésre órákat elkapkodtak 20 ezer jegyet, amikor meghirdették. És hogyha nézzük mondjuk a tévé tévéközvetítést, akkor ezt mennyien, mennyivel fogják kevesebben nézni, hogyha összehasonlítjuk vélhetően ez a másik globális produkcióval, a eldöntővel. Hát ha a brittek agyával gondolkozunk, szerintem többen fogják ezt nézni, mert két német csapat összecsapására nem biztos, hogy annyian kíváncsiak, viszont Karl Frock, vagy Carfrog, ahogy az angol britek brittek mondják, a Cobra teljesítményére viszont annál inkább. Ez egy nagyon nagy nagyon-nagyon régen várt visszavágó, ez 2010 áprilisában a, szuper, a megboldogult szuper hatos torna második fordulójában találkozott a két öklöző, Kessler és Frocs Dániában. Az egy legendás mérkőzés. Az egy legendás meccs volt, aki látta, a vége. aki azt látta, azt gondolom, az mindenképpen le fog ülni ezt a meccset is megnézni. És még egy adat, nagyon-nagyon ritkán szokott amerikai televíziós csatorna. Igen, az HBO. ezt is látom, hogy van egy meglepő amerikai érdeklődés európai boxolók, európai mérkőzésére. Igen, és, és az amerikaiak is rácsaptak, nem véletlenül, mert még egyszer mondom, ez nem csak európai, hanem most már ez globálisan is nagyon kíváncsiak, nagyon sokan kíváncsiak erre a meccsre. New York idő szerint 6 órakor lesz majd a meccs. Itt Európában az, az negyed egy, akkor kezdődik a show, a felvezető uh -huh. show, tehát mindenképpen megvárják a Wembley ben történteket, még akkor is, hogy ha hosszabbítás, 11-esek, bármi. Hát, hogy az előtte is lesznek Előtte is, is lesznek meccsek, igen. És ezt viszonyulunk majd mi is, mert a Digi Sport 2 elkezdődik veletek az ökölvívós, és aztán, tiszkú, azt tiszkú, szépen tiszkú, átfogtok igen. a, a BL döntő, bármeddig is tart, amikor az véget ér, akkor átszánkáztok majd a Digi Sport Igen, eléről. és remények szerint a nézők is átfognak, mert ez volt a szolgálati magam. közlemény. Igen, igen. <laughs> mindenképpen érdemes lesz. Idezzük fel, hogy aki azt látta, az miért fogja mindenképpen megnézni. Szóval, mi történt? Azon a, azon a, nagyon nyílt sisakos, és a, szakértők szerint fenomenális zárómenetű mérkőzésen. Azt tudni kell, hogy tehát az a megboldogult szuperhatos torna, ez egy nagyon-nagyon jó ötletű történet volt, Zauerland, tehát Németországból eredő kitaláció. A lényeg az volt, hogy végre öntsük tiszta, tiszta vizet a pohárban, a nagyon sűrű, nagy középsúlyú mezőnybe ki a legjobb hat versenyzőt kiválasztottak, a promóterek és a televíziós társaságok. Ő szerintük a hat legjobb nagy középsúlyút, ezzel sokan vitatkoznak, három európai, három tengeren túli öklözőt, és az első fordulóban a, a Frocs egy kétséges győzelemmel indított, Kessler egy vereséggel, attól az Andri Vártól, aki kimagason a legjobb nagy középsúlyú öklöző, és így találkoztak a második fordulóban, két Csupaszív, a tiszta bunyót kereső ökölvívóról beszélünk. A hetedik menetig úgy tűnt, mintha a Frocs irányítaná a meccset, amikor megfordult ez az egész, és a végén egyhangú pontozással a Kesslert hozták ki győztesként, amit persze a Froccsék, ami ellen a fröccsék kicsit tüntettek, de az tény és való, hogy egy olyan fenomenális hajrát vágott ki mindkét öklöző, ami, ami örökké felejthetetlen egy csupaszív bunyóval, és a védekezés hátrahagyva csak előre mentek, és egy nagyon komoly fájtot mutattak be a nézőknek. Még egyszer mondom... Ráadásul, bocsáss meg, ráadásul a két ökölvívó közötti viszony az korán sem ellenséges vagy hideg, hanem éppen ellenkezőleg. Ugye? Sőt, sőt, már már barátoknak mondhatók, de ezt persze a nézők ne várjanak majd baráti ölelkezést a szorítóban. Mind a kettő nagyon nagy tisztelettel beszél a másikról, nincsenek mocskolódások, nincsenek dobálások, persze azért az rika megvan. Például a legfrissebb, ugye, hogy Kessler két brit segítette most a felkészülésben, amin Froch egy kicsit ki is akadt, de hát erről szól a profibox, a másik pedig az, hogy hogy frocsban pedig az az nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ő soha kereste a kibúvókat. Tehát ő, ő mindig a legjobbak ellen öklözött. Tehát nincs a, nincs a taktikázás. Nincs, hogy ki most kikerülgetem ezt, uh -huh. kikerülgetem azt, aki jön, az jöjjön. Világbajnoki meccsről van szó, címeegyesítő meccsről van szó, habár, ugye azt is a szakértők hangsúlyozzák, hogy, hogy itt annyira a, a box lesz valószínűleg a csemege, hogy másodlagosak ezek, de azért mégis beszéljünk arról, ne. hogy azért mégsem másodlagosak. Igen, Tehát igen, milyen, persze. milyen címek és milyen vb-övek vannak itt? Ugye ez egy kicsit, úgy, megpróbálom egyszerűen el, elmagyarázni. A, a, a Karl Frocs, az IBF jelenlegi szuperbajnoka. A Kessler pedig a WBA úgynevezett fekvő, de bocsánat, Idéglenes bajnoka, szilver bajnoka, mert az Andrew Ward, aki a szuperbajnok, ő most sérült, és hogy a Kessler és a Froch egy világbajnoki mérkőzést tudjon vívni holnap este, ahhoz el, ki, létrehoztak egy újabb fajta, úgynevezett szilver bajnoki övet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kihívóként, vagy védőként, vagy hogy nem hogynevezem, megvédőként, övvédőként szorítóba tud lépni. Egyébként az Andrew Ward felépül, akkor automatikusan, és Kessler e, nyer holnap este, akkor automatikusan egy, egy ugyancsak egy legalább, ekkora, legalább jött. ekkora meccsre van kilátás, ekkora a várakozás e, megelőző meccsre van kilátás Andri Vardal. Tehát mindenképpen mind a kettő e, e, világbajnok a saját e, a saját ö, szervezetében, de, de még egyszer mondom, ahogy te is említetted, itt a másodlagos kérés, hogy most ki mit véd meg, itt tényleg az a várható bunyó, az a nyilcsagos bunyó és őszinte bunyó, ami, ami lesz azon a meccsen, az a lényeg, és azt várják nagyon a nézők. És, és a az főt. a jó ebbe, amit már mondtad, hogy nem kell dönteni futball meg box között, mert hiába mind a kettő Londonban, hiába mind a kettő szombat este, biztos, hogy ki fognak térni, és megvárják a futballmérkőzés végét, tehát mind a kettőt láthatják a, a digi sport néző is, szerinted ki fog nyerni? Hűhű, hát ugye az elmúlt egy évben ugye Keszlenek volt egy nagyon komoly szemsérülése, a szemsérülés óta felépített újra világbajnoki címét mi végigkövethettük itt a Digi Sporton a kedves nézőkkel. Szerintem rendkívül jó állapotban van Kessler. Én nem tartanám kizártnak, hogy Kessler megveri Frocsot uh, Londonban is. És en, még valami, vagy szerinted nagyobb a valószínűsége, mint hogy a Bayern München legyűri a Dortmundot? Hát, hát arra, arra nem tippelnék. Uh, nála szerintem annál bonyolultabb, mint uh -huh. az edvilaci Edvi Bayern Münchens... Uh, fan kollégám fekete felhőket vél felfedezni München fölött, tehát például 4-3-as Dortmundi sikerről beszél, nem tudom. Nem tudom, de azt tudom, hogy Londonban egy nagyon komoly gála lesz. Már negyed tíztől szorítóba lép Isaac Chilemba, ugye ő arról híres, hogy madárral, ő boxolt fel a madárral tavaly decemberben, és azt hiúsította meg az a bizonyos bordasérülés. George Groves szorítóba lép, azt is megmutatjuk, ő a brit profilkörülvás egyik legnagyobb reménysége nagy középsúlyban, tehát végig nagyon nagy pofonokat láthatnak, majd a nézők hát átkapcsolnak. Hát kapcsolgassanak hát, illetve utána nézzék majd meg ezt is, úgyhogy igazi jó kis szombatesténk lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Robi. Nagyon szépen köszönöm.